Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntjük Önöket az Operatív Törzs hétfői tájékoztatóján. Az aktuális járványügyi helyzettel, a legfrissebb adatokkal kapcsolatban elsőként kérem hallgassák meg dr. Müller Cecília, országos tisztifőorvosasszony tájékoztatását. Köszöntöm Önöket! A járványügyi adatok arról tanúskodnak, hogy az egész világon, de Európa szerte kifejezetten, és így sajnos Magyarországon is szinte napról napra emelkedik a fertőző betegeknek a száma, amit laboratóriumi vizsgálattal detektálunk, igazolunk. Sajnos egy exponenciális növekedésnek vagyunk tanúi, ez azt jelenti, hogy egyre nagyobb mértékben nő a pozitív eseteknek a száma. Már a harmadik napja, hogy közel 4000 főt új pozitív esetet regisztrálunk. Láthatjuk azt, hogy nagyon erőteljes a járványnak ez a második hullámában tartó, jelenleg egyértelműen felfutó szakasza, ezért nagyon-nagyon fontos, hogy még szigorúbban, még következetesebben betartsuk azokat a járványügyi intézkedéseket, amely a járvány terjedésének a fékezését szolgálják, és a járványgörbe ellaposítását célozzák meg. Az elmúlt 24 órában is 3581 fővel nőtt a pozitív eseteknek a száma, és sajnos 70 embertársunkat elveszítettük az elmúlt 24 órában. Mindegyikük pótolhatatlan a családjuk számára, egyedi és megismételhetetlen. Mégis, amikor fiatal életnek az elvesztésével szembesülünk, az mindnyájunk számára, és nyilvánvalóan kifejezetten a közvetlen hozzátartozók számára pótolhatatlan veszteség. Az elmúlt 24 órában sajnos egy 28 éves férfi beteget veszítettünk el, rendkívül fiatalon hunyt el. A legidősebb pedig 98 éves volt a 70 elhunyt közül. Kórházban is nyilvánvalóan nő az ápoltak száma, ezt lehet mondani, hogy szinte egyenes arányban van a fertőzöttek számával. Jelenleg 4417 koronavírusos beteget ápolnak intézményeinkben, és 313-an vannak lélegeztetőgépen. Ezek a számok mutatják azt, hogy milyen jelentős teher hárul az egészségügyi ellátó intézményekre, és nyilvánvalóan az ellátó személyzetre. Én hálásan köszönöm azt a rendkívüli, kitartó, erőteljes és megfeszített munkát, amit orvosaink, ápolóink és mindenki, aki a betegellátást segíti, a műszakvezetőktől kezdve bárki, aki azon fáradozik, hogy az intézményeinkben, kórházainkban megfelelő, szakszerű ellátásban részesüljenek betegeink. Hallottuk az elmúlt napok híreiben, hogy ennek a munkának egyfajta ellentételezése, értékelése céljából a kormányzat is egy terv részeként a november 1-től ismételten 20%-kal emeli az egészségügyi szolgáltatók, az egészségügyi személyzet, orvosok, ápolóknak a bérét. Természetesen ez egy olyan lépés, ami egyfajta elismerést jelent, azonban ez pénzzel ki nem fejezhető, amit ők teljesítenek a napokban. És nem csak a napokban, hanem már jó hosszú ideje, hiszen látjuk azt, hogy az első hullám megtorpanását követően a második hullámban sokkal több a beteg, sokkal több a kórházi kezelésre szoruló, és így módon a lélegeztetésre és az intenzív ellátásra szoruló beteg is. Még egyszer hálásan köszönöm nekik a helytállásukat, amit naponta a betegágyak mellett végeznek. Éppen azért,
mert egy rendkívül emelkedő tendenciának vagyunk tanúi. Európa szerte is és hazánkban is a szabályokat muszáj betartatni. Nem sok szabályt léptettünk életbe, ezek követhetők, betarthatók, és nem követel rendkívüli erőfeszítést részünkről. Tudjuk jól, hogy mától a maszkviseletnek a szigorítása, illetve kiterjesztése is megtörténik. A jogszabály erejénél fogva szélesedik azoknak a helyeknek a köre, ahol kötelezően kell maszkot viselnünk. Ezek a vendéglátóhelyek és a szórakozóhelyek csatlakoznak a már korábban meglévő helyekhez. Én azt kérem mindenkitől, hogy ebben a helyzetben ne a kiskapukat keressük. Azt, hogy hol kell felvenni azon a vendéglátó helyen a maszkot, meg hol lehet levenni, meg két kort között hogyan lehet feltenni, meg levenni, ez nem egy méltó kérdéssor, hiszen az a cél, hogy megvédjük magunkat és másokat is a fertőződéstől. Nyilvánvalóan a jogszabály az asztalnál történő fogyasztásnál nem írja elő természetesen a maszk használatát. A józan ész szerint sem követhető ez a szabály így, ezért nem is így fogalmazódott meg, hanem azt próbáljuk megérteni, hogy ennek a rendelkezésnek mi az értelme és mi a célja. Hogyha betérünk egy szórakozó helyre, akkor igenis viseljük a maszkot a vendéglátó helyen is. Hogyha az asztalnál helyet foglalunk, és megkapjuk az ételt, italt, a rendelésünket, akkor természetesen levesszük magunkról a maszkot. De hogy elképzelhető az a szituáció is, amikor többen vannak a vendégek, a kiszolgálás egy kicsit lassúbb, és a két fogás között is feltesszük a maszkot, mert az a cél, hogy mindenki, aki másfél méternél közelebb helyezkedik el hozzánk, védelmet élvezzen mi magunk is, és az asztaltársaságunknak a partnerei is, akikkel együtt tartózkodunk egy ételfogyasztás, italfogyasztás idejére. De bizony fel kell tenni azt a maszkot, hogyha csak egy ital mellett ücsörgünk, akár két óra hosszat is a vendéglátó helyen. Kérem, hogy a józan ész szabályai szerint és a cél érdekében, amiért megfogalmazódott ez a szabály, tartsuk be ezt a szabályt, és kérem, hogy minél kevesebbet érvényesüljön az a helyzet, hogy másfél méteren belül bárkinek a fertőződését elősegítsük így módon, hogy nem úgy értékeljük a jogszabályt, ahogyan az annak a célja megfogalmazódott. A maszkkal kapcsolatban néhány szót még mondanék, hiszen tavasszal az első hullám során sokat beszéltünk róla, de most talán érdemes egy picit felfrissíteni ezeket az ismereteket. A hétköznapi élet során a textilből készült maszkok, esetleg sokak által használt orvosi maszkok használatosak és megfelelőek. Ezt azért kell kihangsúlyoznom, mert nyilvánvalóan a beteg, hogyha valaki köhög, tüsszent, akkor ezeket a cseppeket, ezek a maszkok visszatartják. Hogyha egyszer használatos a maszk, akkor ezt cserélnünk kell. Tehát egy köhögés, tüsszentés után javasolt váltani a maszkon. Egyébként általában egy 4 óra hosszat megfelel a védelmi képessége. Azonban sokat látok
olyan maszkokat használni a hétköznapi életben az utcán is, tömegközlekedési eszközökön, amelyek szeleppel rendelkeznek, vagy netán FFP2-3-as maszkok, ami kifejezetten professzionális használatra, egészségügyi dolgozók részére alkalmas. Ennek a használatával adott esetben még kárt is csinálhatunk, úgyhogy kérem, hogy gondolják végig, és értsék meg a lényegét ennek. Egészséges személy védelme, tehát az egészségügyi dolgozó saját védelme érdekében hordja ezt a maszkot. Ő egészséges, tehát a kifújt levegő nem tartalmaz vírust. Azonban azok a maszkok, amelyeket hétköznap a lakosság hord, éppen azért vannak, mert nem ismerjük egymásnak az egészségi állapotát. Aki esetleg tünetmentesen fertőzött, és a szelepes maszkot hordja, az kifújja egyszerre nagy mennyiségben a szelepen keresztül a koronavírussal fertőzött levegőt. Tehát töményebben fújja ki a levegőbe azt a levegőt, amiben tartalmazhatja a fertőző ágenseket. Tehát egyáltalán nem való hétköznapi használatra a szelepes FFP2-3-as maszk. Ez az egészség ügyi személyzet számára fenntartott és kötelező viselni bizonyos beavatkozások során. Egyébként ezeknek a védelmi képessége rendkívül magas, 90-99%-ban tartja vissza a kórokozó részecskéket, a partikulákat. Amire még kérem önöket, hogy az egyéni felelősséget ne felejtse el senki. Lehet bevezetni mindenféle szabályokat, nagyon széleskörűen, mindenféle korlátozásokat, de ha azokat nem tartjuk be, akkor nem tudjuk megakadályozni a fertőzés terjedését. Kérem szépen, hogy azt a néhány szabályt, amit meghoztunk, nagyon szigorúan tartsuk be, mert ez fogja lassítani a járványnak a terjedését, és reményeink szerint a járványgörbe ellaposítását. Hogyha valaki enyhe tüneteket észlel magán, látjuk azt, hogy először csak néhány köhintés, egy-két tüsszentés van, és utána egy-két nap múlva jelentkezik csak a láz vagy a hőemelkedés. Kérem, hogy legyünk kellően felelősségteljesek, és hogyha tüneteink vannak, ne menjünk közösségbe. Nagyon klinikailag rendkívül különbözően alakul ki a koronavírusos megbetegedés, ezt most már látjuk a második hullám idején. Van, akinél nagyon enyhe tünetekkel indul a betegség, és nagyon gyorsan halad előre. Van, akinél rendkívül minimális tünet, vagy tünetszegény, tünetmentes, és nem is halad előre. Ettől még ő ugyanolyan fertőző képes, mint az erőteljesebb tünetekkel rendelkező személy. Úgyhogy sokszor csak a második, harmadik napon, vagy egy hét múlva alakul ki a láz, vagy egyáltalán nem alakul ki, illetve a koronavírusra jellemző szag- és ízvesztésnek a hiánya. Tehát inkább legyünk óvatosak, sokkal nagyobb figyelemmel viseltessünk egymás iránt. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! És ahogy országos tisztifőorvos asszony is utalt már rá, a mától hatályba lépő jogi változásokkal, a védelmi intézkedések, illetve a maszkviselési szabályok kiterjesztésével összhangban a rendőrség is fokozza az ellenőrzési tevékenységét. Nagyobb számban és sűrűbben fogunk ellenőrzéseket végezni, és a szankciókat is szigorítjuk. Továbbra is, ahogy tisztifőorvos asszony is elmondta, nagyon fontos az egyéni felelősség. Aki nem tartja be a védelmi szabályokat, az nem csak a saját maga vagy a családjának az egészségét
adott esetben az életét kockáztatja, hanem tágabb értelemben bárkiét, akivel különböző élethelyzetekben találkozik. Az ellenőrzéseink fokozásával mi, rendőrök, azoknak a szövetségesei akarunk lenni, akik felelősen betartják a szabályokat. A célunk az, hogy közülük szűrjük ki, azokkal szemben lépjünk fel, akik a szabályokra fittyet hányva veszélyeztetnek másokat. Természetesen továbbra is a fokozatosság és az arányosság elve határozza majd meg a rendőri intézkedéseinket, de elértünk egy olyan ponthoz, ahonnan, hogyha az enyhébb szankciók nem érik el a hatásukat, így a jogkövető magatartást nem tudják kiváltani, akkor szigorú fellépés várható a kollégáimtól. És a mostani jogszabályváltozás egyfajta többletfelelősséget ró a kereskedelmi üzletek, a vendéglátóhelyek, illetve a szórakozóhelyek üzemeltetőrei is. Tőlük azt kérjük, hogy a vendégeikkel tartassák be a szabályokat. A mai naptól a rendőrség munkája a kereskedelmi hatósági jogkör alapján ezen üzleteknek az ellenőrzésére is kiterjed, az ilyen típusú ellenőrzésére is kiterjed. A rendőrség pedig megteszi a tőle elvárható intézkedéseket, és egy szabálytalan üzletnél a rendőri intézkedés követő eljárás végén akár az érintett üzlet bezárását is jelentheti ez. Most ismertetem az elmúlt hétvége rendőri intézkedéseit számokban. Közterületi szolgálatok és feladataik ellátása mellett a maszkviselés szabályainak megszegése miatt pénteken, szombaton, illetve vasárnap országszerte 174 esetben intézkedtek kollégáim. 41 alkalommal azért, mert a tömegközlekedési eszközön nem, vagy nem megfelelően viselte az utazó a maszkot, 133 esetben pedig azért, mert a kereskedelmi üzletben vagy a kormányrendeletben meghatározott egyéb zárt helyen szekték meg a védelmi intézkedés szabályait. A rendőrök 97 esetben figyelmeztetéssel éltek, míg 37 alkalommal szabtak ki helyszíni bírságot, és 40 embert feljelentettek. A vonatkozó kormányrendelet szeptember 21-i hatályba lépése óta egészen vasárnap 24 óráig a védelmi intézkedésekkel kapcsolatban elkövetett szabálysértések miatt országosan összesen 2363 esetben intézkedtek a rendőrök. Az utazási korlátozásokról szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint a Magyarországon átutazó személyekre vonatkozó szabályok megsértése miatt a hétvégén a rendőrök 2 alkalommal figyelmeztetéssel éltek, 115 esetben helyszíni bírságot szabtak ki, és 1 átutazót feljelentettek. Az elmúlt hétvégén 11.508 hatósági házi karantént rendeltek el országszerte, ebből 3.068-at határ átlépés alkalmával, így jelenleg 29.750 ember járványügyi megfigyelése, illetve elkülönítése van hatályban. Közülük 1.830-an használják a mobil alkalmazást. A rendőrség péntektől vasárnapig 38.520 esetben a helyszínen ellenőrizte a hatósági házi karantén szabályainak betartását. Kollégáim 2 esetben figyelmeztetéssel éltek, 4 esetben szabtak ki helyszíni bírságot, 115 alkalommal pedig szabálysértési feljelentést tettek. Most nézzük a újságírói megkereséseket. Az Infostart kérdezi: a napi új fertőzött szám mind PCR-teszt alapján igazolt eset, vagy szerepel már köztük csak a gyors teszttel kimutatott fertőzött is? A laboratóriumi vizsgálatok között szerepel már a gyors teszt is, azonban sokkal csekélyebb mértékben van jelen, mint maga a PCR laboratóriumi vizsgálat. Tehát a számnak a jelentős többsége az PCR vizsgálatot takar. Kiosztottuk a gyors teszteket az Országos Mentőszolgálat és az intézmények részére. Ők használják ezeket a teszteket a gyors diagnózis felállítása érdekében. Hogyha gyanús esetet szállítanak a mentők, akkor nagy valószínűséggel, mire az intézmény beér vele a mentőautó, addigra már a gyors teszttel kimutatható a pozitivitás, tehát rögtön a megfelelő ellátó helyre kerülhet a beteg, nincs szükség izolálásra és várakoztatásra. Szintén az Infostart kérdezi: a napi új fertőzöttek jelenlegi szintje mellett még működik-e a kontaktkutatás?
Természetesen működik a kontaktkutatás, hiszen ez egy alapvető járványügyi tevékenység. Az a lényege, hogy minden pozitív eset mellett a potenciálisan fertőzött szoros kontaktusokat felderítsük, és őket elkülönítsük a lappangási időszakra. Ez jelenleg 10 napos megfigyelést, járványügyi megfigyelést jelent. A kollégákra a nagy számok miatt, az emelkedő tendencia miatt egyre nagyobb feladat hárul, úgyhogy külön köszönöm a népegészségügyi szakemberek és a rendőrségnek a segítségét, valamennyi munkatárs részt vesz ebben a kutatásban, annak érdekében, hogy valóban a járványt meg tudjuk fékezni. Az Inforádió kérdezi, jelenleg a COVID betegeknek milyen hányada kerül lélegeztetőgépre, és mi határozza meg elsősorban a felépülési esélyeiket? A mai adatok alapján a betegek 7%-a kerül, tehát aki bekerül kórházba, intenzív ellátásra szorul, a 7%-uk kerül lélegeztetőgépre. Ez az arány egyébként nyilvánvalóan egy picit változik, de nagyjából 5-10% között van mindenütt a világban. Az, hogy mi lesz a sorsa valakinek, hogyha bekerül a kórházba, azt nagyon meghatározza az is, hogy milyen az ő egészségi állapota, még a fertőzést megelőzően. Ezért hangsúlyozom több alkalommal, hogy a meglévő betegségeinket tartsuk karban, tehát az orvosunkkal konzultáljunk, hogy amennyiben a fertőző ágens elér minket, tehát valahol összeszedjük a koronavírus fertőződést, akkor egy viszonylag jó általános állapotban találjon minket, hiszen akkor az intenzív osztályra kerülésnek az esélye nyilvánvalóan csökkenthető, értelemszerűen a lélegeztetőgépre kerülés is. A Szent László Kórház adatai szerint, hogyha valaki lélegeztetőgépre kerül, akkor nagyjából 50%-os esélye van arra, hogy le is kerül róla. Tehát a tavasz óta a gyógyítási protokollok, a diagnosztika rengeteget változott, nagyon sok tapasztalat gyűlt össze, tehát számos olyan eredményről tudunk beszámolni, hogy lélegeztetőgépre kerülést követően is visszafordítható a betegség, és gyógyulás következik be. Végezetül az RTL megkeresése. Tekintve az ismételten rekordszámú elhunytat és esetszámot, terveznek-e szigorítást? Nagyon sokféle módja van a járványkezelésnek. Különböző országok különböző eljárásokat alkalmaznak. Magyarországon viszonylag kevés szabályt hoztunk, amelyek jogszabályban és ajánlásokban megfogalmazottak. Ezeknek a szigorú betartása fogja a járvány terjedését mérsékelni, a járvány görbét ellaposítani. Nagyon nagy a felelősség, egyéni felelősségünk, hogy ezeket szigorúan tartsuk be. Jelen pillanatban a védekezésnek a legfőbb eszköze az, hogy betartsuk azokat a szabályokat, amiket meghoztunk. Hogyha valakinek kételjei támadnának, akkor javaslom, hogy egy koronavírusból már meggyógyult személlyel folytasson egy kis beszélgetést, és akkor el fogja neki mondani valószínűleg, hogy ez nem csak egy kis meghűlés, úgyhogy remélhetőleg megérti azt, hogy miért kell ezeket a szabályokat szigorúan betartani. És hogyha a családban volt már érintett, akkor is valószínűleg jobban megérti, de mindenkinek azt kívánom, hogy ezt ne tapasztalja meg.
Tájékoztatónk végén köszönjük szépen a mai figyelmüket, további szép napot kívánunk önöknek, és ahogy tiszti főorvos asszony is elmondta, a szabályok felelős betartásával is vigyázzanak magukra, és vigyázzunk egymásra. Viszontlátásra!